Egyelőre még csak egy üres romos ház látványa tárul elénk a Szarvas utca 21 szám alatt. Szeptembertől azonban már játékos gyerek zsivaj fogja megtölteni az ingatlant. Addigra persze a roskadozó falak helyett már egy kívülbelül felújított épületből fognak ezek a hangok kiszűrődni. A miértre egyszerű a válasz, a mellette lévő épületben működő Szent Imre óvoda olyan népszerűségnek örvend, hogy már így is szűkösen férnek, és a következő tanévtől a gyermekek létszámát is duplájára szeretnék emelni. Folyamatos az igény, folyamatosan jönnek szülők, nap mint nap csengetnek be, hogy hogyan lehet az óvodába bekerülni, mikor kell jelentkezni, és ezt az igényt hallottuk meg a fenntartó is, és így sikerült kialakítani, hogy 2017. szeptemberétől, ha jó Isten is úgy akarja, akkor valóban 100 gyerek járhasson ebbe az óvodába. Az új szárnyat a modern igényekhez igazítva újítják fel, az önerő mellett pályázati forrásból, a csoportszobák mellett pedig sószobát és kápolnát is kialakítanak majd. A római katolikus óvoda Nyíregyháza belvárosában 2012. szeptemberében nyitotta meg kapuit. A Szent Imre katolikus gimnázium általános iskola, kollégium, óvoda és alapfokú művészeti iskola tagintézményeként. A nevelésben kiemelt szerepet kap a családdal együttműködve a keresztény értékre és hagyományokra épülő vallásos és erkölcsi nevelés. A gyermekek gazdag tevékenységrendszer és a szeretetre, sikerélményre, valamint gyakorlatiasságra épülő frené pedagógia révén ismerik meg önmagukat, egymást és az őket körülvevő világot. Az intézmény munkatársai csütörtökön délután óvoda csalogató program keretében szerettek volna bepillantást engedni a náluk folyó nevelésbe az óvoda választás előtt álló szülőknek és kicsiknek. Keckó Erika harmadik gyereke készül ide, mint mondja, őket az óvoda szellemisége és a személyközpontú nevelés fogta meg az első beiratkozáskor. Elsősorban az óvoda szellemisége ragadott meg bennünket, az, hogy vallási körülmények között nevelkednek a gyerekek, illetve az, hogy egyénileg fejlesztik a gyerekeket, mindenkire külön-külön odafigyelnek, és amivel kicsit gyengébbek, azt jobban megerősítik, illetve az iskolára nagyon jól felkészítik őket, előkészítik a gyerekeket, és a családi programok azok nagyon különlegesek, változatosak, nagyon jól összekovácsolja a közösségeket. A Szent Imre óvodában április közepén tartják a beiratkozást. Az intézményben mindenkit várnak területi és felekezeti megkötés nélkül. Addig pedig, mint mondják, ha bárkit érdekel a náluk folyó nevelés és a mindennapok, akkor nyugodtan csengessenek be hozzájuk.